Kérdés, hogy hogyan keveredtél ebbe bele? Mióta van borászatod Balatoncsicson, miért pont ott? Hát igazából nem is tudom, honnan kezdjem. 95-ben találkoztam először a borral, egy szomelier tanfolyamot végeztem el 2 év alatt. Majd utána belevágtunk egy ilyen ültetvénykeresésbe, és óriási szerencse végén találtunk egy olyan birtokot, ami onnan kilátás is van a Balatonra, illetőleg lehetett telepíteni szöllőt. Így. Mázli, mázli, mázli. És miért pont szomelier tanfolyam? Tehát én például, amikor már nagyon elegem volt a hivatalos kóstolásokból, akkor gumicsizmás borásznak mentem el, szakmunkásnak. Gumicsizmás borásznak? Hát erre meg nem gondoltam őszintén, szóval nem rossz ötlet. Szomelier tanfolyam? Nem tudom. Szerintem az első lépés az, hogyha bort valamilyen módon egyáltalán meg tudod érteni, akkor kóstolni kell, kóstolni és kóstolni. Sára ugye erre a Sós nevű intézményre gondolt, ahol valóban borász szakmunkásokat, így mondják, képesítők. Hát ez a hivatalos szakközépiskola, legalábbis az egyik leghíresebb Budapesten, ez Budafokon van, a Sós István borászati szakközépiskola, és ennek van nyilván felnőtt képzése, amikor OK és tanfolyam keretében rendes szakmunkás vizsgát lehet szerezni. Oda jártam én is 2009-11-ig. Na, így akartam átkötni, de akkor nem is kell feltenni a kérdést. Ez a gumicsizma. Hát úgy, hogy hordót mosni tanultam meg rendesen. Jó, tehát akkor a szomelier tanfolyam után azért neked is jött, akkor igen, ne nevezzük így, hogy gumicsizmás, hanem hogy borász végzettséget végül is te is szereztél utána. Engem az a része érdekel, amit ilyen nagyon könnyed félmondattal mondtál, hogy hát elkezdtünk keresni területeket, miért? Hát... Tehát ugye 95-től most nagyot ugrottunk, de tehát arról volt szó, hogy valamilyen módon elkezdett a borkészítés is a kóstoláson kívül érdeklődni. Tehát bennem manifesztálódott egy olyan gondolat, hogy én ezt most szeretném ezt csinálni, és akkor elkezdtünk területet keresni. Ugye mentünk, jöttünk, közben kóstoltunk, a barátaimnak szerveztem borkóstolókat, körbejártuk az országot, és minden borászt megbolondítottam a kérdéseimmel. A többiek főleg inkább viszogattak, én megkérdeztem, és kérdeztem, és kérdeztem, és egyszer csak valahogy egy behúzott, hogy bort kéne készíteni, és akkor iratkoztam be a Sósba 2009-ben, és pont abban a pillanatban itt teljes véletlen folytán találtuk a balatoncsicsói birtokot. De kifejezetten a Balaton felvidéken kerestél, mert amikor nekem az a tapasztalatom, hogy amikor valaki ilyen felnőtt fejjel esik szerelembe ezzel a dologgal, és nem örökre területet, akkor Tokajnál kezd. Vagy Etyek, nem? Az meg nagyon közel a Budapest, de tényleg vagy Etyek, vagy Tokaj Budapest felől. A kérdés teljesen praktikus. Nekem fejlővésem az, hogy igazából világszínvonalat Magyarországon, és most elnézést kérek a magyar borász szakmától, szerintem Tokajban lehet csinálni. Egyek azért jó, mert közel van, tehát a pince ott van kéznél, hiszen én felhozom a szőlőt Balatonfelvidékről Budapestre, Budafokon dolgozom föl, tehát a kettő kombináció egy érdekesség, de a Balatonfelvidék mint táj ejtett szerelembe. Ezt mondjuk megértem, mert áruljuk el, hogy én tegnap jöttem haza nyaralásból, és ahogy csorogtunk végig az országon, beugrottunk hozzá Csicsóra, mert hogy szégyen gyalázat, még soha nem jártam nálatok. Nem is emlékszem, vagy nem? És olyan messze volt az a 24 óra, és hát tényleg gyönyörűséges, tehát úgy nagyon, nagyon belátni ott az egész környéket, és nagyon a tetején vagy mindennek. Igen, ez egy nagyon jó kitettségű terület, igen, ez egy 0,8 hektáros terület, ahová 2009-ben 3 fajtát telepítettünk, Zeuszt, Kékfrankost és olasz Rieslinget, mindenképpen magyar fajtákat szerettem volna, aztán utána lett a többi birtok, lett a Pinot Noir, most már van Syrah, van egy másik fajta Riesling, úgyhogy próbálunk ilyen apránként lépegetni.